Szeptember 15-én, 7. alkalommal rendezték meg a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért mozgalmat, mely hazánk legnagyobb szemétszedési akciója. A kezdeményezésben idén is szerepet vállaltak a Szerencsi Köz és tanintézmények. A Bólyai János katolikus általános iskola diákjai takarítják a Szerencsi Rákóczi vár területét, ahol eldobált zacskók, műanyagflakonok és különböző hulladéktárgyak mellett még egy gumiabroncsot is találtak az idéglenes aktivisták. A diákok szerint nagyon jó kezdeményezés a Teszed mozgalom, hiszen szebbé tehetik saját környezetüket. Azért tartom fontosnak ezeket a gyűjtéseket, mert szerintem nagyon jó, hogy szépítsük a várost, ne legyenek ilyen sok szemét. És otthon is mindig rendet tartok, általában meg segítek összepakolni. A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában az eligazítás után a diákok elindultak, hogy megtakarítsák saját iskolájuk területét az eldobált hulladékoktól. Az összes eddigi éven részt vettem ebben az akcióban. Szerintem ez egy nagyon fontos és jó cselekedet. Az iskola környékén, illetve az iskolában is összegyűjtjük a szemeteket. Ez megtanítja a kisebbeket és a nagyobbakat is arra, hogy ez egy nagyon fontos feladat. A polgármesteri hivatal dolgozói az Ondi úti játszótéren szedték össze az eldobált szemetet, még a Bocskai István katolikus gimnázium diákjai a gimnázium udvarán, a Tatai Zoltán ifjúsági sporttelepen, valamint a Szerencsi Fenyvesben gyűjtötték a hulladékot. A Szerencsi tanintézményekben az egyik legfőbb cél a környezettudatosságra nevelés. Annak idején, amikor 5-6 évvel ezelőtt ez indult, akkor körülbelül 20 ezer ember csatlakozott országosan hozzá. Az elmúlt évben 200 ezeren voltak, és valahogy ez egy tökéletesen példázza azt, hogy hogyan kell, hogy váljon belsővé minden embernek az az igény, hogy tenni kell a tiszta és a szép környezetért és a természetért. Természetesen ez nem megy másként, mint neveléssel, ráhatással, és a nevelés ráhatás egyik fontos eszköze, hanem a legfontosabb az, hogy a gyakorlatban is csináljuk a dolgokat. A Teszed akcióban összesen 60 zsák hulladékot gyűjtöttek össze Szerencs területéről.